A múzeumok éjszakája országos programsorozathoz csatlakozott a Szerencsi Zempléni Múzeum is. Az eseményen először dr. Petrikovics László múzeum alapítóról emlékeztek meg, ez alkalommal a hőség miatt a kulturális intézményben. Majoros Judit múzeumigazgató igazgató felelevenítette a gyűjtő szenvedélyes sajongását, majd hozzátette, hogy Petrikovics László nagyságát az is bizonyítja, hogy felajánlotta a városnak az általa összegyűjtött képes levelező lapjait. A gyűjtemény Petrikovics László orvos fogorvosnak köszönhető, aki 1967-ben felajánlotta 400 ezer darabos magángyűjteményét szerencsnek. Mindenki Laci bácsiának egy kérése volt, amit fáradozással, verejtékkel összegyűjtött, ne szóródjon szét. A gyűjtemény természetesen jelentősen növekedett az évek során. A lapok egy részét adományként kapta a múzeum, míg vannak olyan darabok is, amelyek itthoni vagy külföldi aukciókról, árverésekről kerültek szerencse. Ezután a Rákóczi Vár lovak termében ismerhették meg az érdeklődők Petercsák Tivadar a Magyar Képeslap története című könyvét. Az érdeklődőket Majoros Judit múzeum igazgató üdvözölte, majd a kötet keletkezéséről számolt be. A gazdagon illusztrált könyv a legnagyobb magyarországi képeslapgyűjtemény gyűjtemény a Szerencsi Zempléni Múzeum anyagát dolgozza fel, amely kiválóan alkalmas a történeti és tematikai sokszínűség bemutatására. A könyv elsősorban a másfél évszázad magyar képeslap kiadását és annak használatát mutatja be, nagy hangsúlyjal a korabeli művészetet, az épített és tárgyi örökséget bemutató levelezőlapokra. Petercsák Tivadar a kötet szerzője kiemelte a leg Kedvesebb képes lapokat és fejezeteket a könyvéből. Nádori Attila könyv szerkesztője is jelen volt az eseményen, aki a kiadó szemszögéből mondta el azt, hogy fontos az, hogy megjelentessék ezt a hiánypótló, szép illusztrációkkal ellátott alkotást. A kötet részletesen bemutatja a képes levelező lap történetét, tematikai és képi sokféleségét, az előállítás különféle technikáit, valamint a használat időbeli változásait.